Köszöntjük a nézőket. Abban a megtiszteltetésben van a részünk, hogy Pajkos Gábor főorvos úr van itt, és a onkológiai témákról fogunk beszélni. A mai reggel egy kicsit keretet ad, és emlékezni fogunk rá később is. Én elnézést kérek, náthás vagyok egy kicsit, de leteszteltek. Abszolút COVID negatív vagyok, és háromszor kaptam oltást, úgyhogy erre biztatunk ezután is mindenkit. De most az onkológiai témák vonatkozásában én gasztroenterológus vagyok, hadd kezdjük az én házam tájával a kolorektális daganatokkal. Ugye tudjuk, hogy ez a második leggyakoribb daganatos halálok. Gábor az OnCompass molekuláris diagnosztikai cég orvosigazgatója, és az apropója a mai beszélgetésünknek, hogy az OnCompass-szal közös onkológiai rendelés most indult el az elmúlt egy-két hétben, és borzasztóan élvezzük ezt az együttműködést. Azt szeretném először is kérdezni tőled, Gábor, hogy te a molekuláris diagnosztika helyét hol látod pontosan a korai daganatdiagnosztika vonatkozásában? Gyakorlatilag abból érdemes kiindulni, hogy a kolorektális karcinoma, a kolorektál vagy a vastag és végbélrák az nem egy egységes betegség. Számos összetevője, molekuláris eltérés áll a hátterébe, és jelenleg rendelkezünk olyan biomarkerekkel, olyan speciális a vérben, a plazmában, a szövetekben kimutatható molekuláris eltérésekkel, amelyekkel a betegség diagnosztikája, a betegség terápiája, a betegség kiújulása, a terápia effektivitása az megítélhető, és ezek jól követhetők. Na most ezeknek a jelentősége ott, vagy ezek nem mentek át még a mindennapi klinikai gyakorlatba, hiszen ezeknek a vizsgálatoknak egy jó része még vizsgálati, klinikai vizsgálati, vagy validálási, tehát igazolási stádiumban van, de ezek előre tudnak vinni bennünket. Ami jelen pillanatban biztosan a mindennapi gyakorlat része lehet, az a daganatot jellemző molekuláris eltéréseknek az ismerete, és ennek alapján a daganat célzott és eredményes kezelése, hiszen hadd mondjak egy pár szót azért az emésztőrendszeri daganatokról, mint egy olyan jelentőségű, rosszindulatú betegségcsoportról, amelyet ha megnézzük az epidemiológiai adatokat, akkor azt kell látnunk, hogy az emésztőrendszer a nyelőcsőtől a végbélnyílásig terjedő szakasznak a rákjai a leggyakoribbak. És a halálozást is a leggyakrabban okozzák. Nyilván hasonlóan, mint a tüdőráknál, itt is arról van szó, hogy ezek a szerveink azok, amelyek leginkább a külvilágból érkező ingereknek ki vannak téve. Na most... Egy konkrét kérdést feltettek, Gábor. Szerintem ahhoz, hogy a páciensek, nyilván sokan néznek minket azok közül, akiket ez a betegség most érint. Ha mondjuk klinikailag egy olyan csoportját nézzük a pácienseknek, akiknek a felfedezés pillanatában, tehát most úgy nézik már ezt a filmet, hogy itt nem csak sajnos nem csak a primér daganat, hanem egy távoli áttét, mondjuk egy májáttét már igazolódott. Ennek az első vonalas célzott kezelése egyébként lehetséges-e, és mi gasztroenterológusok tudunk-e nektek azzal segíteni, hogy olyan mennyiségű mintát veszünk a primér biopsziás eljárásnál, ugye az endoszkópiánál, ami esetleg a sima szövettani leleten túl lehetőséget az molekuláris feldolgozásra. Ez egy abszolút jó dolog, és ha ilyennel találkozunk, akkor ezt hálásan megköszönjük, hiszen a molekuláris diagnosztikának az egyik technikai sarokpontja, ami a hibák forrása nagyon sokszor, vagy az eredménytelen vizsgálat forrása lett, hogy nem megfelelő a minta. Ez egy olyan jellegű szemléletváltást követel a gyakorló klinikusoktól, a gasztroenterológusoktól, akik a beteg kivizsgálását végzik, akik először találkoznak a panasz, vagy éppen a szűrővizsgálat kapcsán felfedezett betegséggel, hogy előre kell gondolkodni, hogy az ma már kevés az eredményes gyógykezeléshez, hogy azt mondjuk, hogy ez egy mirigyhám eredetű rák, tehát egy adenokarcinoma.
Tehát az első vonalas kezelés is tudja ezt befolyásolni. Abszolút. Az onkompassnak a ti gyakorlatotokban nyilván itt mi arra törekszünk, hogy a lehető legintegráltabb, gyors, korai diagnosztika a legteljes körülben megtörténjen veletek együttműködésben. Milyen kapcsolatotok van a terápiás klinikummal, hiszen tudjuk, hogy onkológiai kezeléseket egyelőre azért az állami ellátórendszerben tudunk biztosítani. Hogy áll most így az ország lefedettsége az onkompass vonatkozásában? De az onkológiai centrumoknak a kétharmadával van együttműködés. Szám szerint ez mennyi? Ez 23 centrumot 23. jelent. De ez reprezentálja az egész országot gyakorlatilag. Igen, gyakorlatilag lehet mondani, hogy Záhonytól Szentgotthárdig vannak olyan bázisaink, olyan együttműködő onkológiai osztályaink, ahol ez a fajta precíziós onkológiai szemlélet működik, és a mindennapi gyakorlatban a kollégák építenek arra a fajta plusz információra, arra a molekuláris információra és a precíziós onkológiai döntéstámogató véleményre, amit az onkompassz tud nyújtani. Annyit talán mondjunk el, Ludas Gábor barátunk, kollégánk most nincs itt velünk, de egyébként a Mind Clinic-en van egy olyan speciális MR készülékünk, ami egy PET-CT-hez hasonló érzékenységgel a daganat kiterjedésére, és mondjuk egy kolorektális daganat vonatkozásában nagyon precízen meg tudja mondani a máj érintettségnek a meglétét, vagy szerencsés esetben ugye a hiányát, illetve a további szervi kitettségeket, nyirokcsomókat. Ilyesmit. Tehát ebben az integrált diagnosztika működik, és ahogy Főorvos úr elmondta, az onkompassz segítségével egyébként ez egy országos networkben, onkológiai kezelés formában első vonalban is realizálódni tud. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos első beszélgetés volt, folytatjuk a továbbiakkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a megtisztelő felkérést.